leginkább ugye az idősebb korosztály, de még a fiatalok is, bokatörés, kulcsontörés. Ezekkel szoktak leginkább bekerülni a betegek a szekszárdi kórházba karácsonykor, feltéve ha van hó, idén viszont elmaradt a fehér karácsony, ezzel együtt pedig a kórház betegforgalma sem volt kiugróan magasnak mondható, ezt mondja Glidner Tilman Erzsébet ápolási igazgató. Mind a sürgősségi betegellátó osztályon, mint a baleseti sebészeten semmiféle kimagasló esemény nem történt. Hasonló betegforgalommal működtünk itt az ünnepekben, mint normál körülmények között, ilyen 40-42-es létszámmal, ami nálunk azért a szokványos létszámot jelenti. A karácsonyi lakomák sokaknak szoktak később enyhébb rosszul léteket okozni. Idén ilyen okból eredő panasszal nem sokan kérték a kórház orvosainak segítségét. Összesen egy beteget kellett amiatt ellátni, mert rosszul lett a sok evéstől. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy mégsem ez, hanem a csúszós járdák és utak okoznak nagyobb betegforgalmat az ünnep alatt. Akkor azért nagyon gyakori a törések, és olyankor a baleseti sebész a forgalma nagyon meg szokott ugrani, különösen az idősebb korosztályt tekintve. Hogyha comnyaktörés történik, akkor ott ugye betegfelvételnek is kell történjen, sőt, műtéteknek is kell történjenek. Tehát gyakorlatilag akkor azért sokkal nagyobb betegforgalomra számoltunk, vagy számolunk. A kórház ápolási igazgatója azt mondja, attól függetlenül, hogy a karácsony viszonylag nyugodtan telt az intézményben, készülnek még egy nagyobb rohamra. Mégpedig január 1-én, akkor a kijózanítóban is magasabb létszámban dolgoznak a szakemberek, mint egy átlagos napon.